Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a szerkesztőnk Jobb Rodé, a mikrofonnál pedig Fekete Ritát halljátok, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket, Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatóját, miniszteri biztost, rockzenészt. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm kedves hallgatókat. Nemrégen beszélgettünk, hát egy másfél hónappal ezelőtt talán, és nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptunk ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban, úgyhogy köszönjük, hogy újfent elfogadta a meghívásunkat. És amikor meghívtuk erre a mostani beszélgetésre, akkor még nem volt ennyire eszkalált a helyzet itt Európában, és egy kicsit más témával is készültünk, viszont nem mehetünk el itt az aktualitások mellett, és amellett, hogy mi zajlik most körülöttünk, úgyhogy én így bele is vágnék ennek a kellős közepébe, és azzal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az, amiről múltkor beszéltünk, ugye akkor a woke ideológiáról volt szó, a cancel culture-ről, erről az eltörlésnek a kultúrája, arról, amit Amerikában látunk feljövőben lenni egyfajta elnyomó ideológiát, ami rátelepszik akár a gondolatokra is. És hát most pedig azt látjuk, hogy az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban, mintha megnyilvánulna ugyanez, egy picit letéve a voksot valamelyik fél mellé, és hát konkrétan az orosz kultúrát, az orosz akár embereket, nyelvet és mindent kizárna a civilizált világból. Erről kérdezném a véleményét most első körben, hogy erről mit gondol, mennyire ártalmas ez a folyamat, és mit lehet ellene tenni, ha egyáltalán kellene tenni. Két dolog történt, amióta mi itt beszélgettünk legutóbb. Az egyik az, hogy kiderült, hogy az, ami nagyon ködös lehetőségként hátul a nyúlt agyunkba volt, hogy háborúval oldanak meg Európa közvetlen szomszéd, inkább azt mondom Európában, mert azért most már a Kaukázuson innen azért az európainak számít az eurázsiai térség. Tehát, hogy nem gondoltuk volna, hogy háborúval, háborús eszközökkel akarnak megoldani problémákat, ezt a távoli múltnak gondoltuk, és kiderült, hogy nem, ez a jelen, tehát, hogy nem csak lehetőség, hanem most éppen úgy gondolja Vlagyimir Putyin, hogy ezzel bombákkal fogja megoldani a problémáját, tehát, hogy ez közvetlen szomszédságunkban van. Tehát, hogy a háború, mint a opció, mint választási lehetőség, az egy reális lehetőség, ez eddig nekünk távoli történet volt. És hogy úgy gondoltuk, hogy ez a szörnyűséges 20. századnak az eszköztárához tartozott, de hát mi azt most már lezártuk, és most már 21. században élünk, kiderült, hogy nem, a 20. század nem ért véget. És a másik pedig a mi válaszaink, a nyugat válaszai, azok szintén 20. századi válaszok. Tehát ez ami az orosz kultúrát, az orosz tágabb értelembe vett kultúrát, és az orosz népet, az orosz produktumokat, meg bármilyen Oroszországgal kapcsolatos érint, Azt úgy neveztük a 20. században, hogy a kollektív bűnösség elve. Ezt először a nácik léptették élménybe, utána meg a kommunisták léptették élménybe. Tehát két nagy diktatúrát szenvedtünk meg, a náci és a kommunista diktatúrát, mind a két diktatúrának az eszköztárához tartozott a kollektív bűnösség elve. Faji alapon, tehát hogy valakinek a nemzetiségére való tekintettel, vagy származására való tekintettel a nácik működtették. Tehát az, amit most mi csinálunk, nyugati eltartott kisújú értelmiségként büntetjük az orosz kultúrát, az nácizmus. Tehát ki kell mondani, hogy ez egy náci válasz, és rossz válasz. Tehát nem lehet jó, nem lehet helyes. Tehát semmi fajta érv nincs amellett, hogy ezt fenntarthassuk. Tehát sem morális, sem gazdasági, sem politikai érv nem támaszthatja alá, mert ha ezt elfogadjuk, akkor gyakorlatilag visszahoztuk a 20. század összes szörnyűségét mindenfajta fenntartások nélkül, tehát hogy nem tanultunk az előző vérzivataros évszázadunkból. Mi köze Csajkovszkijnak Putyinhoz? Mi köze Tolsztojnak Putyinhoz? Mi köze Csehovnak Putyinhoz? Mi köze, nem tudom, Bulgakovnak Putyinhoz? Azért ezeket a neveket emelem ki, mert ezek a szerzők, ezek az alkotók, ezek az európai kultúra nagyságai. Tehát ma nem beszélhetnénk úgy nyugati színházról, hogy kihagyjuk belőle Csehovot. Nem beszélhetünk úgy nyugati komoly zenéről, vagy komoly zenéről, hogy nem beszélünk Csajkovszkijról. Nem beszélhetünk filmről, úgyhogy nem beszélünk Tarkovszkijról. Ezeket most mind elkezdjük levágni, ez most nem is a cancel culture, hanem a kollektív bűnösség elve alapján. Saját magunkat csonkítjuk meg, a saját kultúránkat áruljuk el.
ennyivel szegényebb lesz a nyugati kultúra. Nem, megszüntetjük ezáltal, mert oké, most azt mondjuk, hogy most tényleg szörnyűséges dolog az, hogy Putyin lerohanta Ukrajnát, tehát hogy Oroszország lerohanta, erőből akar, háborúval akarja megoldani, háborúzik Ukrajnával. Minden háború szörnyű. Már amikor csak még szó volt arról, hogy talán lesz, talán nem, senki nem hitte, hogy nem lesz. Én már akkor nyilatkoztam az ellenzéki sajtónak, hogy nincs igazságos háború, és nincsen győztes háború. Tehát minden győztes háború, legalábbis ezt mutatja az európai történelem, vagy a világtörténelem, egy újabb háborúnak a kezdete. Tehát, hogy egyszerűen háborúban nem lehet megoldani. Ettől még több ezer éve ezt csináljuk, úgy látszik, az emberi természethez hozzátartozik. Csak hát ezt gondoltuk, hogy ezt haladtuk meg, hogy ilyen eszközökhöz nyúlhatnánk. Ezt le kell választani arról, amit mi úgy nevezünk, hogy kultúra vagy művészetek. És mi úgy gondoljuk, hogy a művészetek azok szabadok. Tehát, hogy a művészetek, a művészek azok szabadok. Emellett álltunk ki mindig. Én, amióta ebbe pozícióba estem, azóta tevőlegesen is emellett állok ki mindig, hogy a művészek, a művészetek szabadok, és a szabadság terét kell nekik valamilyen módon kipárnázni, kicövekelni. És ha ezt eláruljuk, ezt az eszmét, akkor a művészetet, mint olyant áruljuk el. És amikor kitört a háború, és megírtam az Oroszok című írásomat az Origón, amiben emellett teszek hitet, hogy egész egyszerűen nem szabad ezt nekünk elfogadni, sőt, ellene kell beszélni, tehát még a hallgatás sem elég, akkor elküldtem ezt a cikket, meg ennek az angol nyelvi fordítását két liberális ikonnak, akik mindig felemelik a szavukat a művészek és a művészetek szabadsága mellett, tehát Alföldi Robertnek és Bródi Jánosnak, hogy most kell kiállni a művészek és a művészetek szabadsága mellett, mert most van tétje. Eddig az, hogy most a Magyarországon diktatúra van, és szegény művészek el vannak nyomva, meg nem tudom, mi a szájkaratért, tehát ez hozzátartozik a közérzetjavító mondásaikhoz, tehát majd a saját közérzetüket. Szabadságharcosnak könnyű lenni ott, ahol hagyják. De amikor van tétje, akkor fel kell állni. És most én az arra kérném az összes liberális művész, meg egyébként jobboldali művészt is, hogy most álljunk ki az orosz művészek, művészetek mellett, mint hogy az ukránok mellett is ki kell állni. Tehát álljunk ki Ukrajna mellett, de ne tagadjuk meg az orosz kultúrát, mert az a mi kultúránk. És ha őket megtagadjuk, a saját kultúránkat tagadjuk meg. Még itt az, hogy mennyire szabadon lehet beszélni most ilyen mélyebb összefüggésekről, Oroszország, Ukrajna, NATO és a többi kérdésekről, erről szeretnék még kérdezni, de azt említette, hogy a 20. századi válaszokat látunk ebben a jelen helyzetben. És ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy akkor el lehet mondani, hogy megdőltek azok a tézisek, amire úgymond az egypólusú világrend fölállt, és úgymond a liberális demokrácia fém jelezte ezt a fajta, tehát a Szovjetunió megbukása utáni világrendet, mert ugye akkor, ha jól tudom, azért Fukuyama, Harari, ők úgy gondolták, hogy a 20. század elmúlt, és nem fogunk oda visszatérni. Tehát most azt mondhatjuk, hogy igazából ezek a tézisek dőlnek le a szemünk előtt? Hát ez már régóta dőlnek le, ezek a tézisek a szemünk előtt, csak nem akarjuk bevallani magunknak. Most brutálisan ránk rúgta az ajtót a történelem, tehát kiderült, hogy ezek nem állják meg magukat a helyüket. Tehát a liberális demokrácia diktatúrája, tehát hogy egy demokrácia csak liberális lehet, az már régóta repedezik. Tehát látjuk azt, hogy vannak olyan típusú demokráciák, amelyek nem liberálisok, és voltak is egyébként keresztény demokrácia, vagy szociáldemokrácia, tehát mi magunk használjuk ezeket a kiegészítőket. De ezáltal, hogy a liberális demokráciát egyedüli üdvözíti útként tűzték ki nekünk, tehát hogy mindenki csak ezen az úton járhat, és csak ez a helyes út, ez egy diktatórikus lépés önmagában. Egyrészt kihívták maguk ellen azon a régiók haragját, akik nem akartak, meg egyszerűen más civilizációban élnek, tehát az afganisztáni háború, vagy a szíriai háború, vagy az iraki háború, az arról szól, ugye, hogy van egy másik típusú berendezkedés, akik egész egyszerűen nem akarják elfogadni a liberális demokrácia, mint egyedüli üdvözítő államformát, meg társadalomszervezés elvét, hiszen más civilizáció, más kulturális kódokon élnek. Tehát az iszlám nem fogja elfogadni a liberális demokráciát, mint egyedüli üdvözítő államszervezési formát, mert radikálisan ellentmond annak a
teokratikus berendezkedésnek, amiben élnek. Tehát az Isten szava az első, és nem a törvény szava, mint a világi törvények szava. Nem egy szekuláris társadalomról beszélünk, ahol ezt értjük, ők egészen nem is értik ezt a saját dogmatikáikon belül, értelemszerűen nem is érthetik. Ellentmond ennek. A liberális demokrácia exportja már eddig rengeteg háborús konfliktust robbantott ki a világban, amiben úgy pozícionálta a nyugat magát, mint ő a jó. Ő most kvázi ilyen világmegváltó szándékkal indult neki, sehol nem sikerült ezt neki igazából elérnie. Tehát valamelyest népjóléti intézkedéseket talán el tudtak érni, de abban a pillanatban, hogy kihúzod a katonai, a rendfenntartó erőt, tehát az erőt kihúzod, akkor omlik össze. Ez történik most éppen Afganisztánban. Tehát, hogy rengeteg olyan példa volt, ami arra figyelmeztethette volna a nyugati döntéshozókat, hogy ez nem lesz egy járható út. Talán le kéne ülni párbeszélni, tehát hogy meg kéne hallgatni, hogy ő mit akar, és megkeresni azt a konszenzust, ami az egypólusú világrend felbontása okán szükséges. És egész egyszerűen most azt látjuk, hogy nem nevető harmadikként, tudom, hogy így szokás fogalmazni, nem, annyira nem nevet, de a maga csöndes és iszonyú türelmes módján Kína jön fel ennek a konfliktusnak a farvizén. Tehát Oroszország most úgy háborúzik Ukrajnával, vagy tulajdonképpen Amerikával háborúzik, azt látjuk. A NATO róka fogta csak a helyzetben van, mert nem NATO tagországban nem mehet be, nem erre hoz védelmi erő, nem támadó erő. Ezért kényszerpályán van, tehát hogy morognak, de nyilvánvalóan nem akarnak háborúba sodródni Oroszországgal, és ez egy nagyon értelmes döntés, mert egy háború eszkalálódása az nem geopolitikai kérdés, hanem emberi életekben mérhető. Tehát, hogyha eszkalálódik egy háború, akkor rengeteg ember hal meg. Egy ember is sok, de egész egyszerűen nem vállalhatja senki azt a felelősséget, hogy olyan embereket sodorjon bele a háborúba, akiknek egyébként ez nem volt szíve vágya, tehát nem az ő döntése volt. Tehát, hogy a liberális demokrácia csodamodellje nem működik. De ez már feketén-fehéren kiderült az elmúlt 20 évben, mégis ezt erőltetjük, és azt mondjuk, hogy csak ez az üdvözítő út, kontraproduktívá vált. A másik, ami viszont így szőrmentén vagy árnyékban történik, az a demokrácia lecserülése a jogállamra. Tehát eddig a demokráciára hivatkoztunk, aztán kiderül, hogy az Isten adta nép az nem mindig ugyanazt akarja, mint a balliberális elit, vagy az az elit, aki most éppen fogja a különböző pozíciókat, hatalmi pozíciókat médiákban, egyetemekben, itt-ottam-ott. Tehát, hogy józanész talaján állsz, kicsit másképp gondolod a világot, tehát nem biztos, hogy az a legnagyobb problémád, ami az ő legnagyobb problémája, neked következményekkel terhelt valóságban kell élned, ki kell fizetned a rezsit, ha a gazdálkodó vagy, akkor el kell vetned a búzát, mert másképp nem lesz búza, tehát ugye van ok, meg okozat, meg ha valamit nem csinálok, meg annak is van következménye, ha valamit megcsinálok, annak is van következménye, és ez ideológiai lapon nem lehet egész egyszerűen ugye megtervezni, tehát tervgazdaság az kipróbáltuk, nem működik ebből a szempontból sem. Tehát én mondhatom azt egy pártirodában, hogy most 5-ször több búzatermés szeretnék év végén, attól még azt mondom az íróasztal mellett, mint pártitkár nem lesz több, 5-ször több búzatermés az év végén, tehát ott azt el kell végezni a melót, aztán az időjárási viszonyoknak megfelelően vagy több lesz, vagy kevesebb lesz, tehát elverjeig, akkor nem lesz. Tehát, hogy vannak olyan körülállások, ami az embereket a józanész talajára, mindig a realitás valóság talajára hozza vissza. És hát amikor ő dönt a saját életéről, akkor racionálisan dönt. Tehát ebből a szempontból racionálisan dönt. De ez a liberálisokat John Stuart Mill óta lepi meg, hogy az emberek, amikor választanak, akkor általában, vagy többségében racionálisan döntenek. Tehát a saját életükre vonatkozóan meg tudnak hozni olyan döntéseket, amelyeket ők úgy gondolják, hogy azok helyesek. Tehát az Isten adta nép problémás, nem akar az üdvözítő úton menni, ezért le kell venni a döntési pozícióból. Tehát eljátszhatjuk a választási színjátékot, tehát azt mondjuk, hogy akkor mehetsz és szavazhatsz és dönthetsz és ezért, de egyébként meg teljesen mindegy, hogy kit választasz oda, mert az úgyis azt fogja csinálni, amit mi mondunk. Ez lenne most az a modell, amit a balliberális elit vagy a progresszív erők akarnak erőltetni. Tehát társadalommérnökösködnek és azt mondják, hogy van ez a kedvenc példám, mert ettől mindig felreállok, vagy falnak megyek, hogy pandémiás helyzet van, koronavírus tarolja le éppen az Európai Unió országait, nincs vakcina,
nincs elegendő vakcina, mindenki el kéne induljon, hogy szerezzen vakcinát, hogy oltassa be az állampolgárait. És az Európai Parlamentnek az volt az egyik legfontosabb problémája, hogy LMBT free övezetté nyilvánítsa az Európai Uniót, azt a kontinenst, ahol megszületett a tolerancia fogalma. Tehát abszurd. Az. Láttam egy tévéműsort, amelyben az orosz-ukrán háború volt a téma, és egyfajta vitaminműsornak készült, és azt tűnt fel benne, hogy amikor az egyik megszólaló szerette volna egy picit Oroszország szemszögéből megvilágítani ezt a mostani helyzetet, és elmondani, hogy szerinte mi vezetett idáig, akkor a másik beszélgető partnernek kiesett, hogy hát de hát Oroszország agresszor, és hogy egyáltalán egyszerűen nem lehet ilyen egy asztalnál megbeszélni, hogy mégis milyen okai lehettek ennek a háborúnak a kibontakoztatására. És én nem is szeretném, hogy megfejtsük, hogy kinek van igaza. Egyszerűen csak maga a jelenség, hogy mennyire megyünk mélyre egy ilyen kérdésben, mennyire szabad mélyre menni, és mit lehet kimondani, és mit lehet fejtegetni akár egy ilyen konfliktus kapcsán, és hogy mi itt a nyugati civilizáció tagjaként tudunk-e elég mélyen például egy ilyen problémát átlátni? Mert amit mondod, hogy a liberális demokrácia már eddig is repedezett, az az igazság, hogy itt Európában is sokan nem látták, nem láttuk, mert Irak és Afganisztán kellő távolságban van, és annyit láttunk belőle, amennyit a média elénk tárt. Most, hogy itt van Ukrajna mellettünk, most talán jobban látjuk, és sokan most ébrednek erre rá. Itt most megfogalmaznék egy elvi álláspontot, meg egy realista álláspontot. Az elvi álláspontom az az, ezt is leírtam a, már nem is tudom hova, hogy semmilyen háború nem igazolható, sem erkölcsileg, sem politikai alapon. Tehát egész egyszerűen, ha abból indulunk ki, és mi abból indulunk ki keresztények, hogy az emberi élet szent, minden emberi élete szent, mert hogy egyedi, megismételhetetlen, tehát maga a teremtésnek az Isten arcmása, Isten képmásai vagyunk, tehát ilyen soha vissza nem hozható életet élünk, nem, egyrészt nem megismételhető, másrészt nem pótolható, tehát nem lehet egyszerűen az emberi egyedeket kicserélni egymásra, az emberi személyeket nem lehet kicserélni egymásra, tehát ha az emberi életet szentként tekintjük, már pedig mi szentként tekintjünk, ráadásul mi még a fogantatástól egészen az elhalálozásig a teljes emberi életre szentként tekintünk, akkor semmiféle háborúnak semmifajta igazolása nem lehetséges. De ezt akkor értsük magunkra is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy lebombázzuk Szerbiát, vagy Afganisztánt, vagy Szíriát, vagy Irakot, vagy teljesen mindegy, hogy hol bombázunk most éppen a nyugat felsőbbrendűsége jegyében, akkor mi sem szabad morálisan igazoljuk a saját cselekedeteinket. Tehát, hogy az elvi álláspont az az, hogy nincs igazságos háború, nincs igazolható háború. Ha a keresztény kultúrában gondolkodunk, már pedig az Európai Unió az ennek a jegyében fogant. Tehát, hogy amikor az alapító atyák összerakták ezt a érdek- és értékszövetséget, akkor az értékszövetségnek ez volt az alapja. Tehát, hogy megelőzzük a háborút, mert egyszerűen igazolhatatlan. A realista álláspont az viszont egy kicsit bonyolultabb mátrixot rajzol fel, tehát, hogy voltak háborúk, látjuk, hogy van háború, test közelből látjuk, hogy a háború szörnyű, tehát, hogy emberi életek vesznek oda, menekültek vesznek, földön futókká válnak családok, az épített örökséget ledózerolják, és így tovább, és így tovább, és elég valószínű, hogy lesznek is még háborúk. Tehát jó lenne, hogyha az oroszlán együtt legelne a bárányjal, de azt tudjuk a Bibliában, hogy nem e világról való, tehát nem most fog itt ezen a földön megvalósulni. Tehát az emberi természet, mint olyan, nem nagyon változik. Tehát, hogy valószínű, hogy lesznek háborúk. És hogy egy picit ránézünk a világ térképre, akkor azt látjuk, hogy különböző potenciális konfliktus zónák már régóta mozgolódnak, tehát hogy lesznek még olyan típusú konfliktusok, amivel egész egyszerűen, amire nincs ráhatásunk, tehát hogy nem tudjuk megakadályozni őket. Most mondok egy közvetlen következményt az orosz-ukrán háborúnak. Oroszország és Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona exportőre, ha összevesszük, és rengeteg afrikai országban, meg közel-keleti országban onnan importálják a gabonát. Most az ukránoktól elég az, hogy nem fognak tudni gabonát importálni. Az, hogy az oroszok mennyi gabonát adnak, meg hogyan adják, az megint csak a reál politika kérdése. Ha nem adnak gabonát, tehát hogy megszűnik a gabona export, vagy radikálisan levékonyodik ez a típusú gabona export, nem nagyon van honnan pótolni ezt a kieső gabona mennyiséget, vagy ha igen, akkor nagyon drágán.
Tehát vagy éhséglázadás lesz, vagy éhséglázadás lesz. És ezek olyan országokról beszélünk, amelyeknek a, hogy mondjam, az államszervezeti formája az erőszakban fogant. A lakosai erőszakban szocializálódtak, tehát folyamatosan vannak valami fajta olyan konfliktusok, ahol megszokták azt, hogy fegyverrel szereznek érvényt az igazuknak, vagy éppen fegyverrel védik meg az életüket. És ezek a migráció kibocsátó államok, tehát hogy nem elég, hogy most is annyira a helyzetük, tehát ha nem lesz kenyér, amit egyenek konkrétan, el fognak indulni. És hova indulnak el? Európa felé. Tehát, hogy nem másfél millió migráns fogja rohamozni itt a déli határt, mint 2015-ben, hanem 80 millió. Tehát most a mindenfajta számítások szerint minimum 80 millió ember fog megindulni Afrikából, valószínűleg vagy ősszel, vagy jövő tavasszal. Tehát, hogy már erre számolnak. Ez csak egy olyan konfliktus pont, amit már a szakértők beazonosítanak. Ott van Közel-Kelet kérdése, amit folyamatosan ugye Irán, Irak újra akarja osztani a Közel-Keletet. Tehát eddig a NATO tartotta őket, meg Amerika szuperhatalmi nagy súlya tartotta őket, még valamennyire ettől vissza, tehát elrettentő erővel. Abban bíztunk, hogy ez elég lesz, de azt látjuk, hogy nem elég. Tehát Putyin minden nap azt demonstrálja, hogy nem elég. Tehát a NATO nem fogja megvédeni a világot. A NATO csak a NATO tagállamokat fogja megvédeni. És akkor ott van még India, ami feltörekvő a világhatalom, és ott van még Kína, aki ráadásul finanszírozza a fél világot, tehát hogy Kínában rengeteg most a pénz kihelyezett hitel. A gazdaságilag ő most nyeri éppen azt a versenyt, amit Európa már az elmúlt évtizedekben elkezdett elveszíteni. Vesztes játszmában vagyunk most jelen pillanatban, és hogyha nem történik valami olyan, ami az Európai Unióban, ami összekapja egy picit ezt a széttartó érdekszövetséget, tehát hogy nem ébredünk fel, és nem kezdünk mondjuk saját európai véderőt fejleszteni, amit már évek óta mond a miniszterelnök úr Brüsszel, vagy nem érdemes csak a NATO-ra hagyatkozni, mert hogyha csak teszem azt, Közel-Kelet és Afrikában fegyveres konfliktusok robbannak ki, háborúk robbannak ki, akkor legalább két NATO tagország érdekei fognak ütközni, tehát Törökország és Franciaország biztos, hogy szembe kerülnek egymással, meg fogják bénítani a NATO-t, hiszen akkor nem fogja tudni a NATO, hogy most mit csinálja, hova menjen. Amúgy is terhelt a viszony, a francia és török viszony, tehát nem hiányzik még sok hozzá. Tehát képeseknek kell lennünk arra, hogy amennyire tudjuk, megvédjük saját országunkat, saját állampolgárainkat. A másik, amire képesnek kell lenni, az az önellátás. Tehát ami látszik, és azt a pandémia mutatta meg először, ez a nagy világjárvány, hogy ez a globális ellátólánc ez sérülékeny. Tehát megszakadhat. És ha megszakad, akkor az baj. Már akkor egész egyszerűen nem jut egészségügyi védőfelszerelés, vagy nem jut csip az autóba, vagy mindenfajta ilyen, nem jut papír, nem lesz könyvnyomtatás, mert Kínában leég egy papírgyár, akkor felmennek a papírárak, és így tovább. Tehát, hogy van egy ilyen globális okokozati lánc, így tovább gyűrűznek ezek a problémák. Ezért át kell állnia, legalábbis, ha nem is ország szinten, de regionális szinten, át kell látnia az alapvető önellátás rendszerére, tehát vissza kell nyernünk ezt a képességünket, amely hát régebb megvolt. Ami, hogy legyek kicsit pozitív is, vagy ne vágjuk fel az ereinket, tehát nincs itt a világ vége, csak felsejlik a lehetősége, és most azon kell dolgozni, ezt így elhárítsuk, az ugyancsak a 20. század. A 20. században volt két nagy világégés, és mind a kettő után talpra tudtunk állni. Mind a kettő után nagyon rövid idő alatt újra tudtuk építeni az országot. Tehát bennünk van az a potenciál, túlélés képessége bennünk van, és bennünk van az újrateremtés képessége is. Csak ehhez kell józannak maradni. Tehát nem szabad olyan meggondolatlan elköteleződéseket felvállalni, vagy kijelentéseket tenni, aminek a következménye nem azonnali, de hogy a közeljövőben az újraépítkezést fogja akadályozni, vagy a megerősítést akadályozza, az egész egyszerűen akkora politikai felelőtlenség, aminek az árát mindannyian meg fogjuk fizetni. Ugye azt mondta, hogy voltak már jelei annak, hogy ez a fajta liberális demokrácia repedezik, de hogy nem figyeltek rá kellőképpen, vagy nem voltak elég óvatosak ezzel kapcsolatban, és hát amit most fölvázolt ezzel kapcsolatban, felmerül a kérdés, hogyha most, ebben a helyzetben, ma, holnap nem lehet ezekről a kérdésekről beszélni,
a NATO felelősségéről bizonyos kérdésekben, a nyugati kultúra vagy nyugati civilizáció bizonyos felelősségéről, akár a kialakult helyzetben, akkor hogyan lehet a megoldásokat megtalálni rá? Mert ugye azt lehet látni, hogyha valaki, ahogy kritikusan áll ezekhez a szervezetekhez, akkor megkapja azt a bélyeget, hogy orosz barát, és ezzel kiírta magát megint a közbeszédből, mint ahogy egyéb más kérdésekben is ezt meg lehet tapasztalni. Igen, ez ugyanaz, mint a homofóbia vágya, tehát hogyha nem helyeslem a homoszexualitást, akkor homofób vagyok. Tehát ez egy ilyen jó nyelvi csapda, így az eredeti témánkra csak egy kicsit utal vagy, amit még hónapokkal ezelőtt elterveztünk, vagy hetekkel ezelőtt, hogy miről kéne beszélni. Tehát, hogy ez egy nyelvi csapda, hogyha nem a kórusban vagyok uniszónóban ugyanazon a hangon, akkor biztos a másik térfélen vagyunk, de én kilépnék ebből a keretből, és visszalépnék a józan instalajára. Tehát, hogy egész egyszerűen ez sem egy nagy megfejtés, tehát, hogy közhelyszeren fog hangzani, de van egy ilyen, hogy kölcsönös tisztelet. Tehát, hogyha kölcsönös tisztelet nyelvén kezdünk el beszélni más civilizációkkal, más kultúrákkal, tehát tisztelem az ő életmódjukat, és elfogadom. Nem kell helyeselnem, de elfogadom, hogy ők így akarják én az életüket, tehát nem akarom megváltoztatni erővel az ő életmódjukat, akkor több tiszteletet is kaphatok. Alapvetően a világ nem háborúzni akar, hanem kereskedni. A közel-kelet népei kereskedő népek, tehát ők nem föltétlenül a háborúra a szocializálódtak, tehát hogy nem arról szól a kultúra, ettől még az iszlám egy hódító vallás, tehát hogy szeretnék muszlimizálni a világot, de ezt békés eszközökkel is meg tudják tenni, tehát nem föltétlenül akarnak ők háborúzni. Tehát a világ mély struktúrája az a kereskedelemre, az érdekekre épül. Tehát az érdekeket össze tudjuk egyeztetni, meg megtaláljuk azt a kompromisszumos megoldást, ami nem biztos, hogy win-win szituáció, de a legkevesebb kompromisszum árán a legnagyobb előnyöket juttatja kölcsönösen feleknek, akkor nincs háború. Ez ilyen egyszerű ez a történet. Ehhez kell a tisztelet. Illetve kell tudni, hogy ki beszél kivel. Ugye egy régi ilyen bomó az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, nem tudom melyik elnöke mondta, hogy ő szívesen beszélne európai vezetőket, csak nem tudja, ki hívjon fel. Most nem tudjuk, hogy az Európai Unióban kit kell felhívni. Tehát az Európai Bizottság elnökét, az Európai Parlament elnökét, az Európa Tanács elnökét, a külképviseleti, vagy nem tudom, külpolitikai megbízottat, főtárgyalót. Tehát, hogy ki az a döntéshozó, aki odáll és azt mondja, hogy ezek vagyunk mi, Európai Unió, ezek az érdekeink, ezt szeretnénk elérni, tehát hogy világosan tudjuk, hogy honnan jöttünk és mik a céljaink. Tehát ma nincs ilyen. Tehát ma Európában azt látjuk, főleg a post-merkeli korszakban, hogy van egy feltörekvő líder, Macronnak hívják, akinek viszont nincs pénze uralni Európát, az németeknek van. Tehát, hogy Macron a németek pénzén szeretné újra szervezni az Európai Uniót. Nem biztos, hogy ezt a németek meg fogják neki engedni, és nem beszélünk még a déli tagállamoknak az iszonyatos államadósságáról. Tehát azt mondom, Görögországnak több mint 200%-os az államadósság, Spanyolország se áll jól. Tehát, hogy van gazdasági szerkezeti probléma, van egy migrációs belső népességcserés probléma, főként nyugaton, tehát, hogy azért, ahol a muszlim bevándorló hátterűnek mondott állampolgárok meghaladják a 25%-ot, az már politikailag releváns, tehát muszáj odafigyelniük rájuk, ami azt jelenti, hogy a liberális demokrácia eszméje az ott fog csorbulni a legelőször, hiszen az ő képviseletük az szemben megy a liberális demokrácia képviseletével, és ez ugye a baloldalnak a köszönhető, ez az illegális migráció erőltető, mert szavazókat hoz be magának, mert talált megint egy olyan csoportokat, aki képviselhet. És hát van egy gazdasági probléma, ezt most látjuk, hogy elkezdtük szankcionálni Oroszországot, és ez olyan, mint a saját magunk, tehát lábon lőjük magunkat. Tehát nekünk jobban fáj, mint Oroszországnak. Az oroszok ki fogják bírni? Mert egész egyszerűen erről szól a történelmük. A legnehezebb időket is kibírják. Mi viszont egy jóléti elkényelmesedett társadalomban fogunk, vagy élünk, már amennyire, és mi nem fogjuk kibírni, mi elveszítettük a túlélő képességünket, most mi alatt a nagy általánosságban nyugati a civilizációt értem. Tehát ha nem fogom tudni jövőre megvenni az új iPhone-t, az nekem probléma lesz, miközben ez egy áll probléma. Csak mi ezt nem áll problémaként éljük meg, hanem problémaként éljük meg. A nyugati szankcióknak egy része, amire mindenki felkapta a fejét, az az, hogy kivonul az orosz piacról a Netflix, a Spotify, az HBO, tehát ezek a nagy stream platformok, a szórakoztatóipar nagy stream platformjait, és akkor, na igen, jól megmutattuk.
Nekem vannak kétségeim, ez egy iraki vagy egy iráni döntéshozónál, ez bármit is nyomna alatba, hogy kimegy innen a Netflix, hát akkor kiment. Tehát, hogy nem egy elrettentő erő az, hogy a szó, nekünk az, mert mi ebben az életmódban élünk. Tehát teljesen elfoglalta a mindennapjainkat a globális szórakoztatóipar, de aki eleve nem fér hozzá, annak ez nem probléma. És aki meg ráadásul gyűlöli is, mert hogy ő úgy gondolja, ez a nyugati világ propagandája, ami az ő civilizációját, az ő életmódját, az ő társadalmi berendezkedését akarja lebontani, az még külön fogja kérni, hogy vonuljanak ki. Tehát örülni fog, hogy mert akkor nem ő a diktátor, aki kitiltotta, nem kivonultak. Tehát, hogy ez egy sokkal összetettebb kérdés, ezért kellene mindenkinek egy picit visszalépni, vagy kettőt visszalépni, és akkor azt mondani, hogy nézzük meg, hogy kinek hol van a helye, mi az érdeke, honnan, meddig tart a határod, tehát, hogy hol élsz, mik az érdekeid, ezért mit tudsz adni cserébe, mit tudsz fizetni, mi a bevételed, kiadásod, kereslet, kínálat, egyenleget megnézni, és azt mondani, hogy jó van, akkor kereskedjünk inkább, mint sem, hogy háborozzunk. Cserébe még nem akarom rád oktrojálni az én életmódomat. Akkor éld úgy az életed, ahogy szeretnéd. Azt legfeljebb, hogyha nem tetszik azoknak, akiknek te ezt kínálod, majd átjönnek ide és élik a mi életünket, de akkor elfogadják a mi játékszabályunkat. Ez az, amit az Európai Unió nem tett meg. Tehát így kezdtünk mi identitás nélkülivé válni, hogy nem állapítottuk meg a világos szabályokat. Nem tudom, emlékezzen csak vissza, amikor 2015-ben a kormány kiírta, hogy ha Magyarországra jössz, tiszteletbe kell tartanod a törvényeinket. És ezt rögtön fasizmusnak nevezték. Tehát, hogy ez micsoda nácizmus, vagy fasizmus, vagy nem tudom, milyen szót használtak, hogy mi az, hogy tiszteletbe kell tartanod a törvényeinket. Erre épül az egész államberendezkedésünk. Független attól, hogy liberális demokráciának hívjuk, vagy bármi másnak, a nyugat-európai államforma, a nyugati államforma az arról szól, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, mindenkire egyaránt érvényes. Tehát akárhonnan jössz, akárki vagy, a törvény rád is vonatkozik. Erre építettük fel az egész életünket. És ha ezt kimondod, akkor fasiszta vagy. Tehát, hogy Európában ilyen szempontból nem is tudom hányszoros tudathasadásban élünk ebből a szempontból, ami azt jelenti, hogy gyengék vagyunk. Tehát az összes ellenérdekelt film, mert ugye a biznisz az mindig az ellenérdekelt felek közelítéséről szól, tehát én minél olcsóbban szeretném megszerezni azt, amit ön minél drágábban szeretne eladni nekem, tehát ez egy ilyen játék. Az összes ellenérdekelt film azt látja, hogy Európa gyengül, és folyamatosan gyengülnek, és semmit nem kell tennie, saját magunkat gyengítjük. Tehát ez türelem kérdése, ki kell várni, amíg összeroppan, összerokkan az európai gazdaság, pláne a szankciókkal ez még fel is gyorsul, szétesik az érdekellentétek okán az a belső kohézió, ami eddig se jellemezte túlságosan az Európai Uniót, és egy gyenge, valamikor volt világhatalommal szemben feltörekvő, friss, nagyon erős identitású világhatalmi központok. Tehát ez tényleg egy vesztes játszma, ha ezt így folytatjuk. De hát kérdés az, hogy ezt fel lehet-e ismerni itt Európában, mert ugye pont beszéltem egy biztonságpolitikai szakértővel, és azt beszéltük át, hogy milyen kommunikáció megy például itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban Oroszországról. Tehát sokan leírják már Oroszországot, hogy ezt el fogja veszteni, ezt a háborút. Putyin egy őrült, ebbe államcsőd, szinte minden nap előrejelzik, hogy holnap államcsőd Oroszországban, pedig még közel sincs. Tehát, hogyha eltoljuk ezt a problémát, és azzal, hogy letagadjuk ezeket a veszélyeket, mert a lehetős, tehát azokat a veszélyeket, amik előttünk állnak, leírjuk, akkor nem fogunk tudni erre fölkészülni. Nekem azért van ebben picit optimistább álláspontom, mint a szakértők jelentős többségének, mert a századvég minden évben méri az Európai Unió tagállamaiba a különböző fontosabb témáinkat. Tehát ami számunkra fontos, és most a legutolsó kutatás, a 21-es kutatás, 2021-es Európai Uniós nagymérés azt mutatja, hogy az európai polgárok, az őshonos európai polgárok jelentős többsége, de még a liberális demokrácia mintaállamaiban is, mint Svédország, velünk van egy állásponton. Tehát a családpolitika, hogy ellenőrizni kell a migrációt, tehát az illegális migráció nagyon erősen ellenzett, hogy újra kell gondolni a brüsszeli átláthatóságot, hogy kihoz milyen okból törvényt, meg egyáltalán hol hozzanak több törvényt és erősebb törvényeket Brüsszelben, vagy a nemzetállamok
keretein belül, a tagállamok keretein belül, és így tovább, és így tovább. Tehát az összes olyan téma, ami miatt mi konfliktusban vagyunk a balliberális elittel, az európai polgárok jelentős többségének az egyetértésével találkozik a mi álláspontunk. Tehát a józan paraszti ész alapján álló európai nyugati kultúrában felnövő polgár, az a mi álláspontunkat osztja. Tehát ha létezne demokrácia, és nem ilyen média demokrácia zajlana, meg nem tudom, Facebook demokrácia működne, akkor elég valószínű, hogy a jelentős többsége az embereknek, hogy mondjam, olyan típusú politikai erőket szavazna meg, amelyek az európai kultúra, az európai gondolat erősségét tűzik ki a zászlajukra. Tehát azt mondják, hogy oké, rendben van, tehát csináljon, amit Amerika, amit akar, az ő dolga, de mi mégiscsak az Európai Unió vagyunk, az a kontinens, ami több évszázadon keresztül formálta az egész földet, tehát terraformáló erővel bírt mindent, mi vittünk oda is, meg Ausztráliába is, meg mindenfajta más kontinenset. Megpróbáltunk legalábbis a magunk képére formálni, egy részét sikerült, másik részét nem. Tehát ahol erős volt a kultúra és erős volt az identitás, lásd Kína, ott nem sikerült. De hogy ott arra is bírt, tehát hatással bírtunk, ezt a terraformáló potenciálunkat ezt elveszítettük, tehát most már nem úgy táncol a világ, hogy most éppen Európában fütyülünk. Ráadásul szervilis módon besorjáztunk az Amerikai Egyesült Államok mögé. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, ha úgy dönt, hogy holnaptól megszünteti a NATO-t, akkor itt fogunk állni az Európai Unióban teljesen védtelenül, hát nem teljesen, mert vannak ilyen kis nemzeti hadseregek, amiből valamit össze lehet drótozni éppensége, de európai védelmi erő nincs. Most felébredtek, évek óta mondjam a miniszterelnök úr, hogy kell, most felébredtünk, hogy tényleg kellene. Tehát, hogy az európai polgárok jelentős része az a mi álláspontunkat osztja. És a háborús, tehát a közvetlen háborús fenyegetettség, ez csak felerősíti, mert eddig el lehetett jó emberkedni, el lehetett lovagolni a szavakon, tehát hogy el lehetett tölteni azzal időt akkor, hogy most milyen névmást használjanak a németek, a nem tudom milyen nemű polgártársaikra. Ez most már lényegtelen kérdéssé fog válni. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen névmást használ, milyen névmással sértem meg, vagy nem sértem meg a másikat, hanem az a kérdés, hogy túlélek, vagy nem élek túl. Ránk robbantják a panelt, vagy nem robbantják rá. Mit kell annak érdekében tennem, hogyha áramszünet van, akkor ne olvadjon le az egész élelmiszer készletem. Hogyan tudom biztonságba helyezni a családomat? Tehát most már ezek a kérdések tevődnek fel egyre több polgárba, mert érzik a háborús veszélyt, vagy a lehetőséget, inkább nem is a veszélyt, hanem a lehetőséget, hogy lehet, most már egyre konkrétabban lehet, és ezt nagyon szeretnénk mindenkinek elkerülni. És én ezért írtam egyébként a legelső publicisztikámba azt, hogy ott követi el a hibát a nyugati elit, hogy ők most nem a békét akarják, hanem legyőzni Putyint. És az első indulat ez volt. Tehát amikor elindultak a különböző nagy felajánlások, hogy akkor ki mit, meg hogy csinál, akkor az volt a cél, hogy akkor na most odaütünk Putyinnak, és legyőzzük Putyint. Tehát nem a békét akarjuk megőrizni, vagy újra teremteni, hanem legyőzni Putyint. Ez két különböző logika. És ezért voltak az, hogy akkor most küldünk légelhárító rakétákat, katonákat, bemegyünk, légtérzák, nem tudom micsoda. Aztán egy-két hét múlva, amikor rájöttek, hogy ennek vannak következménye, és ezek a következmények nem Ukrajnában, meg Oroszországban csapódnak le, hanem Lengyelországban, Romániában, Németországban, vagy Franciaországban, akkor már a véres szájú nagy szabadságharcosok is visszaléptek kettőt, tehát hogy szidják ugyan a miniszterelnök urat az ellenzék részéről, hogy mi az, hogy ki kell maradni a háborúból, mi az, hogy nem küldünk katonákat, mi az, hogy nem küldünk fegyvereket, de a balliberális oldal számára bezzeg Románia most már ugyanezt mondja, azt meg most nem hallják meg. Tehát, hogy a lengyelek is addig voltak vigyécek, amik rám jöttek, hogy hoppá-hoppá, ez visszajuthat rájuk. Egy picit más, tehát minden tiszteletem a lengyeleké, és az ő innen nézve irracionális félelmük az orosz terjeszkedésre, szemben ez teljesen érthető történelmi kontextusból. Részünkről is érthető lenne, mert 1849-től errefel azért néhányszor megszenvedtük már az orosz inváziót, vagy később a szovjetet. Tehát nincsenek kellemes emlékeink arról, hogy milyen az, amikor az oroszok megindulnak a határaikon kívül, tehát pontosan tudjuk, hogy mire lehet számítani. Ezért jó lenne, hogy ez a háború ott maradna, és nem eszkalálódna. De hogy a lengyelek is azt mondták az amerikaiaknak, hogy akkor oké, itt vannak a hadigépek, odaadjuk nektek, ti adjátok oda. Tehát, hogy ti legyetek a közvetlen, beavatkozó fél, nem mi.
Az időnk végéhez közelítünk, de nem engedem el anélkül, hogy megkérdezzem, hogy itt a magyar választásokkal kapcsolatban mi a véleménye, ugyanis ugye másfél hét múlva körülbelül választásokat tartunk itt Magyarországon, április 3-án, és szeretném megkérdezni a véleményét, hogy mi a tétje ennek a választásnak ön szerint, és hát feltételezem, hogy elmegy szavazni. Ezt most nem kérdezem meg, hogy kire, de hogy miért, és miért tartja fontosnak a szavazást, és hogy valóban néha hallunk ilyen leegyszerűsítő megjegyzéseket, hogy most akkor lesz rezsi csökkentés, vagy nem lesz, de attól tartok, hogy nem ez a fő tétje ennek a április 3-ának. Hogy róla mindenki tudja, hogy én milyen párti vagyok, értékelkötelezett jobboldaliként, 100%-os orbánista, vagy 110%-os orbánistaként, ezt soha nem is rejtettem vék alá, tehát hogy az nem kérdés, hogy én elmegyek is, és a Fideszre fogok szavazni. De igazából a tét most nem április 3-a, és azért jó ez a beszélgetés, vagy azért jó, hogy inkább erről beszélgettünk. Akármi történik Ukrajnában és Oroszországban, tehát akárhogyan végződik ez a háború, előbb-utóbb reméljük, hogy a véget ér, minél előbb annál jobb az ukrán emberi életek szempontjából. A gazdaságilag hazavágta Európát, tehát az a típusú pénzbőség, ami 2019-ig jellemezte a világot, az ugye már a pandémia alatt elkezdett azért megroppanni, de ez a háborús helyzet, ez haza fogja vágni. Tehát gazdaságilag nehéz időszak következik az Európai Unióra, minden tagállamán, nem csak Magyarországra. Újra kell gondolni az ellátóláncokat, meg termelési láncokat, a pénzpiacok működését, és így tovább, és így tovább. Nagyon remélem, hogy a Jóisten is így gondolja majd, tehát, hogy ezek a konfliktusok, amiről beszéltünk ilyen a világtérkép alapján, nem fognak eszkalálódni, tehát, hogy kapunk legalább annyi időt, amíg összekaristoljuk magunkat, kicsit összedrótozzuk magunkat. Tehát az a kérdés, hogy egy gazdaságilag összeeső, zaklatott időszakban hogyan tudjuk az országot tovább építeni, tehát nem csak megvédeni az eredményeket, hanem tovább építeni, és ezért olyan kormány van érdemes csak gondolkodni, ami már bizonyította, hogy jól tud válságokat menedzselni, és a Fidesz ezt csinált az elmúlt 12 évben, tehát mire oda jutottunk volna, hogy hátradőjünk, és azt mondjuk, hogy na, akkor most egy kis békeidő van, mindig beütött valami matatós minkű, tehát, hogy a migrációs válságtól a vörös iszapon át az árvízen keresztül, a nem tudom, pandémiáig rengeteg különböző típusú válság volt, amit a miniszterelnök úr és csapata jól menedzselt, tehát, hogy most nekünk válságmenedzser kormányra van szükség, aki nem ijed meg a saját árnyékától, tud olyan bátor döntéseket, vagy régebb úgy mondtuk unortodox döntéseket hozni, ami utólag visszaigazolódik, hogy helyes. A rezsicsökkentés az például olyan döntés volt, amit addig szittak az Európai Unióban, amíg elő nem állt az energiaválság, és egyre több országban vezetnek be hatósági árplafon, tehát a rezsicsökkentés modelljét átveszik. Tehát, hogy a következő időszak, következő ciklus vagy ciklusok kérdése az nem az, hogy melyik párt mit gondol a nem tudom milyen ideológiai felvetésekről, tehát hogy akkor most szivárványnak hány színe van, vagy hány nincs, tehát hogy nem ezek lesznek a fő kérdések, hanem az, hogy egy működő országot kell tudni fenntartani, és egy olyan működő országot, amiben azért mindenfajta gazdasági nehézség ellenére, aki dolgozik, meg oda teszi magát, az előbbre tud jutni. Tehát nagyjából ez a feladvány, és ezt meg lehet csinálni. Tehát mondom, két világháború után Magyarország már megcsinálta, tehát bizonyította a magyar nemzet, hogy képes az újra talpraállásra. Most sokkal, de sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint a második világháború után. Tehát, hogy összemérhetetlenül nehezebb helyzetben építették újra a nagyszüleink ezt az országot. Mi sem adhatjuk alá, tehát nem mehetünk feltartott kézzel a csatába, csak ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, ehhez most le kell szállni a mindenfajta ködös értelmiségi vitákból, meg mindenfajta ideológiai szemüveget félre kell tenni, és a józan ész talaján állva meg kell nézni, hogy logikai lépésekben hogyan tudjuk úgy megszervezni Magyarországot és a Kárpát-medencét, főként a magyar lakta területeit, hogy ebből a válságból megerősödve kerülhessünk ki. Tehát egy racionális döntést érdemes hozniuk a választópolgároknak is. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, miniszteri biztos, rockzenész. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is a lehetőséget.